Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok! Az előző videóban bemutattam nektek egy teljes kiürlésű, cukormentes keltészta receptet, egy alapreceptet, amiből akár fonott kalács, akár kakaós csiga, vagy akár egyéb édes péksütemények, keltésztás péksütemények elkészíthetők, természetesen, hogyha töltelékeket is cukormentesen, diabetikusan készítjük el. Ez a tésztám nekem már kész van, ebből a tésztából fogom most elkészíteni a húsvéti fonott kalácsot. Hogyha nektek még nincsen meg ez a tésztátok, illetve nem láttátok a tésztának az összetételét, hogy milyen anyagokból áll össze, akkor a fenn megjelenő információs ábra kattintva meg tudjátok nézni azt a videót, ahol ezt a tésztát készítettem, illetve a videónak leírásába is berakom a linket, hogy ott is el tudjátok olvasni. Nos, akkor lássuk, hogy hogyan néz ki a tészta. Igazából fonott kalács esetében a tésztaérés idő az 30-35 perc közé teltő, és ahogy láthatjátok, az előző videóhoz képest nagyon szép térfogat növekedést ért el a tészta, amit most kiforgatok ide az asztalra. Nagyon szép laza lett a szerkezete, nagyon sokat légiesedett, ahogy érzem, amit természetesen ki fogunk belőle dolgozni. Nos, a következő lépés, hogy ezt a tésztát elosszuk, természetesen többfajta fonás technikával, illetve több szálból is el lehet készíteni a kalácsot, el lehet készíteni akár egy szálasnak, két szálasnak, három szálasnak, négy szálas fonási technika van, hat szálas, nyolc szálas, ahogy csak gondoljátok, amilyen technikát ismertek. Én igazából egy olyan közepes fonási technikát választottam, ami se nem egyszerű, se nem nehéz. Egy négy szálas fonás fogunk csinálni, egész hosszú tésztaszálakkal szeretném ezt a fonást megcsinálni, és kör alakba szeretném elrakni ezt a kalácsot, koszorú kalács formájába, hiszen a húsvéthoz az passzol a legjobban. Nos, a tésztát első körben elosztom, ami azt jelenti, hogy négy darab tésztaszálra lesz szükségünk. Mivel négy részre fogom elosztani a tésztát, ezért 170 g-okra fogom feladni. Tehát 4x170 g-ot mérek ki a tésztából. Egy ilyen kis darab maradék tésztám van, ezt elosztom a négy darab gombóc között, és akkor most pedig következik a tészta daraboknak a felgömbölyítése. Nagyon sokszor mutattam, de ismét megmutatom. Picit széthúzzuk a tésztát, elkezdjük oldalról, alulra a közepe fele hajtogatni, ezáltal feszesítjük a felső felületet, illetve a tésztának a belső szerkezetét, és egy nagyon szép sejmes felületet kapunk, illetve egy feszes tartást. Közben forgatom a tésztát, ahogy látjátok, és amikor úgy érzem, hogy elértem egy kellően feszes állagot, akkor itt a tésztának a végét, a tésztának az áródását a két kézélem közé beveszem, így egy picit még megsodrom, és ezáltal is egy picit még a tésztának a tartásán javítok, ezáltal egy nagyon szép ilyen zsömle formát kapok. Nos, egy másik fajta gömbölyítési mód, amit beszoktam mutatni, a kifeszített tenyeremre ráhelyezem a tésztát, a másik tenyeremnek a felső kézélével nyomom lefele, köré feszítem az ujjaimat, kifele, vagy akár befele is lehet, körkörös mozgást végzek a felső kezemmel, közben a tészta a felső kezemnek ellentétes irányba mozog, és így, hogyha egy picit meggyorsítom, akkor alul nagyon szépen összezáródik a slussz, felül kisimul a tészta, illetve egy feszes tartást kap. És akkor ez a kétfajta technika közül ki tudjátok választani, hogy melyik fajta technikával tudjátok, illetve szeretnétek fölgömbölyíteni a tésztadarabokat, és akkor elvégezzük másik két darabbal is. Miután felgömbölyítettem őket, egy fóliával le fogom őket takarni, mindjárt hozom a fóliát,
és a fólia alatt fogom pihentetni őket a további megmunkálás előtt. Nos, a tésztagombócok egészen röviden, 5 percet pihentek, az 5 perc pihentetés után pedig elő fogjuk őket formázni. Ami úgy néz ki, hogy megfogom az egyik tésztadarabot, nekem az asztalon a slusszol záródó részével lefele voltak, ezért megfordítom. A slusszol záródó rész fog felém nézni, a simábbik felület pedig az asztal felé. Megfogom a tésztát, szétnyomkodom, kinyomkodom belőle a levegőt, illetve egy picit szétlapítom, hiszen így majd könnyebben fogom tudni nyújtani a tésztát. Próbálom egyszerűen mutatni nektek, hogy ti is könnyen el tudjátok készíteni. Hajtok egyet a tésztadarabon, majd a két hüvelyk ujjammal ezt a hajtást megnyomom előre a közepe fele, ezáltal domborítom, feszesítem a felső felületet, illetve a belső szerkezetet. Ezt megismétlem még egyszer, hajtok, megnyomom előre fele, és utána pedig, hogyha már elég feszesnek érzem, akkor a harmadik hajtásnál csak szépen elzárom a sluszt, a záródást. És így ezáltal a felső felület egy nagyon szép szakadásmentes felület, most pedig egy nagyon picit nyújtok ezen a tésztaszálon. Nem sokat, hiszen ilyenkor feszültség keletkezik a tésztába, amikor megdolgozzuk ezzel az erőformázással. Itt csak éppen annyit nyújtok, amennyit a tészta enged, hiszen nem szeretném, hogyha megszakadózna a felülete. Hogyha így ezzel megvagyok, akkor visszarakom ezt a tésztaszálat a fólia alá pihenni, hiszen a sikerszerkezet miután a pihentetés folyamán visszarendeződik, azután ismét könnyen nyújthatóvá fog válni a tészta. Ezt az erőformázást megcsinálom az összes többi tésztadarabbal is, majd utána tovább pihentetem a tésztaszálakat, hogy később, ahogy mondtam, könnyen tudjam őket nyújtani. Tiszt 15 perc pihentetés után a tésztaszálak nagyon szépen fellazultak ahhoz, hogy tovább tudjuk őket nyújtani, úgyhogy most következik a készrenyújtás. Az előformázásnak a sorrendjébe fogom a szálakat nyújtani, hiszen az elsőre előformázott szál pihent a legtöbbet, már érzem, hogy nagyon jól lazult és légiesedett a tészta, és egyszerűen csak elkezdem nyújtani úgy, hogy közben a levegőt megpróbálom kinyomni belőle, és ahogy láthatjátok, most már tényleg sokkal könnyebben nyúlik a tésztaszál. Ennél a kalásnál most a tésztaszálat nem fogom elkeskenyíteni a végeinél, hanem megpróbálok egy egyöntetű vastagságú tésztaszálat nyújtani. Ezt most egy picit félreteszem, és majd még lehet rajta hosszabbítani egy picit. Amíg pihen, addig kinyújtom a további tésztaszálakat. Rendben van, miután végeztem mind a 4 szálnak a nyújtásával, amíg a többi szálat nyújtottam, addig az első már megpihent, és így tovább, így egy picit még ezt tudom még hosszabbra nyújtani, ahogy láthatjátok, így, hogy ismét pihent a tészta, ismét egész könnyen engedi magát, és szerintem nagyjából meg is van ez a végleges méret, amit a fonásnál majd fel fogok használni. Lemérem nektek, hogy milyen hosszúra nyújtottam ezt a szálat, hogyha ezt a fajta kalácsot szeretnétek elkészíteni, akkor ti is tudjátok. Ez 71 cm, igazából egy 70 cm-es tésztaszál kell, és akkor ugyanígy a többi tésztaszálat is ennek a méretéhez igazítom. Rendben van, a tésztaszálakat egységes méretűre nyújtottam, most pedig álljunk neki és nézzük meg, hogy hogyan fonom össze 4 szálból ezt a kalácsot. Megfogok 2 tésztaszálat az egyik oldalra rendezek, másik 2 tésztaszálat a másik oldalra, középen a végeket összecsípem, jó erősen összecsípem, hogy ne nyíljon szét, és én azt szoktam csinálni, hogy az elején is könnyen tudjam indítani a fonást, hogy egy picit a tészta végeket letapasztom az asztalhoz. Nos, mutatom nektek a fonás technikát. Most a fonást úgy kezdem meg, hogy keresztezem a kezeimet, azaz a jobb kezemet a bal fölé helyezem, és így megfogom a külső tésztaszálakat. Megemelem a külső tésztaszálakat, és a jobb kezemben lévő tésztaszálat, amit bal oldalról vettem el, betekerem a bal kezemben lévő tésztaszál alá, és leteszem belőre. Utána azzal a kezemmel, a jobb kezemmel, amivel letettem a tésztaszálat, megfogom, a bal külső tésztaszálat megemelem, és most a másik kezemben lévő tésztaszálat tekerem be alá, és beteszem ezt most az ellentétes oldalra, a jobb oldalra, belőre. És ugyanígy folytatom tovább, tehát ismét itt a külső tésztaszálat fogom felvenni, és a másikat betekerem alá, és így haladok tovább a fonásba,
Itt szépen négyes fonással megfonom a kalácsot. Ahogy látjátok, a tésztaszálakat nem húzom, nem nagyon nyújtom, hiszen hogyha túl feszesre van fonva a kalács, akkor az is okozhatja a kirepedést. Igazából inkább csak átemelgetem egymáson, arra azért ügyelve, hogy a kalásnak egy kellő stabilitást adjak. És akkor természetesen ezt a fonási technikát így lehet gyorsabban is csinálni, hogyha már valakinek megvan hozzá kellő rutinja. A végén pedig itt is próbálom folytatni ugyanazt a technikát, amikor már idáig elértem, akkor egyszerűen összecsipem itt a tésztának a végét, és meg is vagyok igazából a kaláccsal, ami ilyenkor még egy kicsit, hogyha kell, akkor lehet nyújtani, de én úgy gondolom, hogy ez a méret jó lesz, és akkor mivel azt mondtam, hogy kerek for alakba fogjuk elrakni a kalácsot, ezért így összeillesztem, és a két véget összecsípem a kalácsnak a két végét, és így, hogyha meg vagyok, akkor elteszem a sütőlemezre a kész kalácsot. Úgy gondolom, hogy elég szépen sikerült. Igazából, hogyha nem ezt a négyes fonás választátok, hármas fonással nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, akár ezt a koszorú kalácsot, de bármely más formában el tudjátok készíteni. Nos, most fogok egy konyharuhát, betakarom vele a kalácsot, illetve mindjárt megkeresem a fóliámat, és a konyharuha fölé egy fóliát is fogok helyezni, hogy a keresztési idő alatt vegyem a kalácsnak a felületét. A kalácsnak a keresztési ideje jelen esetben állam 40 perc volt. A keresztési időt úgy határolnám, hogy olyan 30 és 45 perc között nagyon szépen meg fog kelni a kalács. Természetesen a keresztésre oda kell figyelni, hogy ne legyen a kalács keletlen, tehát kellően meginduljon a tészta. Ezt érzitek abból is, hogyha hozzáértek, hogy nagyon szépen föl van lazulva, illetve a térfogat növekedésen is látszik, hogy hatalmasat nőtt. Mert hogyha keletlenül vetitek a sütőbe, illetve keletlenül toljátok a sütőbe, akkor is szétrepedhetnek a vonatok, hogyha pedig túlkeresztve, akkor pedig ellaposodhat a kalács, ez a jellemző, de ez a megkeltségi fok, ez teljesen optimális. Most fogok egy felvert tojást, és a felvert tojással átkenem a kalácsnak a felületét, amitől szép fényes csillogó fényt fog kapni a sütés végére. És akkor megpróbálom kívül belül mindenhol szépen átkenni. Az nem baj, hogyha a fonatok közé nem teljesen folyik be a tojás, mert ott szépen ki fognak rajzolódni akkor az elválasztások. Most elkészültem a lekenéssel, nagyon szépen csillog-villog a kalács, úgyhogy mehet is az előmelegített sütőbe, természetesen a sütő már 180 fokra most elő van melegítve, a sütésnek a pontos paramétereiről, a sütés befejeztével számot adok majd nektek. És még annyit elmondanék, hogy ilyenkor a tojásos felületre akár mandulát vagy diót lehet szórni, azzal lehet díszíteni a kalácsot. Én most mindenféle egyéb díszítés nélkül szeretném kisütni, bemutatni nektek, de természetesen ezt majd egyénileg el tudjátok dönteni, hogy ti hogyan készítitek. Most elkészült a kalács, véleményem szerint nagyon szépen néz ki, remélem, hogy ti is elégedettek vagytok. Ahogy láthattátok és most is láthatjátok, a tészta jellemzően nem hajlamos a kirepedésekre, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó recept, és nagyon szépen el tudjátok ti is készíteni. Talán ez a kalács, hogyha megnézzük, egy picit világosabb, mint hogyha cukorral készült volna, hiszen a cukor azért jobban karamellizálódik a helyébe, és azáltal sötétebb lesz egy hagyományos cukorral készült kalácsnak a színe, de szerintem ebben a világosabb árnyalatban is nagyon-nagyon szép. Pár szót a sütésről, igazából roppant egyszerű, 180 fokra kell behelyezni, 180 fokra előmelegített alsó-felső sütési módba állított száraz légterű sütőbe kell behelyezni a sütőlemezen a kalácsot, tehát a gőzképzés nem szükséges, és ebbe a száraz légterű 180 fokos sütőbe kell sütni végig a kalácsot, aminek a sütési ideje megközelítőleg 35 és 40 perc közé tehető. Nálam 35 perc alatt ilyen szépen megsült és azután kivettem, de természetesen minden sütő más, azért az első alkalom, akkor amikor kipróbáljátok a receptet, érdemes figyelemmel lenni. Nos, most pedig úgy gondolom, hogy nézzük meg belülről, lássunk egy szeletet, hogy hogyan is néz ki. A bélzet.
Tehát ahogy láthatjátok, a barnás szín a teljes kiürülésű lisztre jellemző barnás szín jellemzi a bélzetet is, ami egy nagyon szép színárnyalatot ad neki. Az illata most, hogy megvágtam, fergetegesen jó, nagyon jó. És akkor nézzük az állagát, hogy valóban foszlik-e ez a kalács, és ahogy láthatjátok, tényleg szálaira bontható ez a kalács, annyira szép foszlós az állaga, és a teljes kiürülésű liszt használata ellenére nagyon légies és nagyon laza a szerkezete. Nos, most jön a főpróba, amire még nagyon kíváncsi voltam, hiszen édes kertésztát még cukormentesen nem csináltam, teljes kiürülésük már igen, de ezzel a cukormentes, illetve hát ezzel a diavernes-es cukorhelyettesítővel még nem, hát kóstoljuk meg, hogy milyen lett így az eredmény. Nagyon kellemes ízű, nagyon finom az eredmény. Ahogy megmondom nektek az őszintét, azért nem szoktam a videón enni és kóstolni, mert nem tudom, valahogy nem szeretek a videókon kajálni, hiszen teli szájjal nem tud az ember úgy tovább beszélni, ezért most meg is vágtuk ezt a részt, de ettől függetlenül tényleg nagyon-nagyon finom a kalács, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. Igazából nem túl édes, de hogyha töltelékkel készítitek, akkor természetesen az édes töltelékek ki fogják egészíteni ezt az ízt, illetve húsvétre azért is optimális, hiszen ez enyhén édeskés íz, akár a húsvéti sós ételekhez is roppant megfelelő, de igazából ennek a diavernes cukor helyettesítőnek az arányát az első próba után, hogy hogy érztek, hogy picit édesebben szeretnétek, akkor tudjátok növelni is. Nos, hogyha tetszett ez a recept, akkor kérlek, alul nyomjatok egy lájkot, illetve mindenféleképpen iratkozzatok föl ide a YouTube csatornára, hogy a további receptekről is idejében értesüljetek. Facebookon és Instagramon Gábor a Házipék hivatalos néven vagyok elérhető, a weboldalamnak pedig gaboraházipék.hu a webcíme. Jövő héten... Ja igen. Jövő héten még valószínű, hogy húsvét előtt hozok egy receptet, húsvét után lesz egy hét szünet, hiszen akkor valószínű, hogy mindenki nagyon sokat süt és nagyon teleszi magát. Húsvét után nem fogunk olyan sokat sütni az első héten, de utána ismét majd heti szinten lesznek a recept megosztások. Minden jót kívánok nektek, egy hét múlva ilyenkor újra itt találkozunk. Sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.